Salvadorban vagyunk, festői szépségű a táj, ugyanakkor nem biztos, hogy ez az az útvonal, amelyen javasolt elindulni lefelé egy turistának, én minden esetre nekivágok. Gyorsan meggondoltam magam, mégsem itt megyek, elég meredeknek tűnik ez az útvonal, ráadásul lehet, hogy veszélyes is. A svájci drukkerek úgy látszik, hogy már kistrandolták magukat, de lehet, hogy csak városnézésen voltak. Hiszen biztos, hogy jó úton haladok a part mentén, de mintha ő nem akarná tudomásul venni, hogy barátkozni szeretnék vele, minden esetre nem adom fel, és elindulok lefelé, ezúttal erre. Azt hiszem eddig jutottam itt a végállomás, ennél tovább már nem fogok menni, vagy igen? Megpróbálom. Azt hiszem ez valóban a végállomás, bár kifelé működik, meglátjuk befele is, van-e ilyen esély. Nincs, piros lámpát kaptam. Sikerült egy jachtklubban kikötnöm, annyira nem kikötni, csak a part szélén, a partig nem jutottam el, minden esetre Salvador így is gyönyörű. Ugye, fél óra sétálás után elértem a homokos aranypartot, itt vagyok Salvador egyik nyilvános strandján. Akad látnivaló is bőven, sőt még a lábmosásban is segítenek a helyiek, nagyon előzékenyek. Egy kis strand röplabda, persze ez is brazilosan lábbal és fejjel. Strandfutball. Mint a háttérben is látható, a helyiek jól érzik magukat, strandolnak, élvezik az életet. Ez a brazíliai tél. Pépülök Gábor, Salvador.